Jó estét! Jó estét! A hashtag bocskor kötelező vasárnapi program. Vége is van a Starbucksnak, tehát mindenképpen, de azért idehoztuk magunkkal Kokó, de hadd mutassam be sorban a vendégeimet. Itt van Jakucsek Gabi! Tornóczki Anita! Kovács Kokó István! És Vályi Pista! Hú, gyerekek! Nem, a Kokóval nevettük az előbb, néztük a főcímet, ott megyek a Lamborghini-ben, a telefonommal játszom ide-oda. Most történt ide stúdióba jövet, csak mondom, hogy a telefonom ilyenről nem is hallottam még. Bluetooth kapcsolatban az autóval, minden szuper volt, kiszálltam és gyakorlatilag saját magától gyári visszaállítás, én nem mentek semmit se felhőbe, ne kérdezzétek miért. Pedig csak ezért. És jelenleg ott tartok, hogy a szerkesztőség őrzi, de gyakorlatilag semmi nem jött vissza. És mint helgetik, vagy dörzsölgetik? Nem tudom, mit csinál rá, amit akar, nem tudom, de semmim nincs, tehát effektíve semmim de nincs. De most egy földön kívül lettél tulajdonképpen egy IT. Ez egy jel. Ez egy milyen jel? Menj vissza az analóg telefonra. Digitális nomád időszakod most kezdődik. És nem, nekem volt digitális nomád időszakom, hiszen olyan korú vagyok, de azért gondoljatok bele. De akkor nem is voltak jelszavaid se. Tehát nem voltak jelszavaim se, volt szép kulcsom, volt készpénzem, volt tekerős telefonom, vagy nem tudom micsoda. Tehát én még tudnék úgy élni, csak... Tárcsázós, azt úgy hívják. Betárcsázós internetünk igen. Volt. Az nehéz volt SMS-t írni a tárcsázós. És ez nem is olyan rég, gyerekek, ez 20-25 évvel ezelőtt. Most komolyan, én most innen hazamegyek, és nem tudom például, hogy vegyem fel veled a kapcsolatot, vagy veled. Tehát, hogy fogalmam nincs. Most azt kell csinálni, hogy mindenki hívja Bocskor Gábor. Hogy ez nem téged most. Mindenki, aki valaha kapcsolatban állt a Gáborral, az most Most vasárnap este? De hány szívecskét és hány üzenetet fogsz kapni? Biztos. Csak írjátok oda, hogy ki. Tehát, hogy Pista, te is hívsz, vagy írsz, akkor Vályi Pista. Így már voltam én is nagyon sokszor. Összes volt csaja fogja keresni, figyeljétek meg. Vagy olyan, aki nem volt csajom, de azt hazudja, hogy volt. Mert lehet, hogy arra is azt mondja, hogy már nem emlékszel. Érted? Ja, előfordulhat. Szóval, jó, akkor én vagyok az egyetlen normális húsvérember jelenleg, és ti vagytok így a digitális avatárok. Mi vagyunk a hashtag. Hívd így. Lehet, igen. Sem vagyunk. Te figyelj, kávéra meghívhatunk. Hol a kártyám, basszus? Hát, telefonnal tudsz fizetni. A telefonodba. Nem, hát is le kártya van nálam. Na, Pista! Olyan büszke vagyok rád. Tényleg? Nagyon. Mit csináltam? Képzeld el, azt olvastam, hogy kaptál egy díjat, az InStyle Man of the Year közönség szavazásán nyert a Pista, milyen kategóriában? Belevaló kategóriában. Pista a legbelevaló férfi. Még szavaztam is. Még szavaztam is. Szavaztál? És kire? Hát, a mellettem ülőre. Tényleg, de szükség, köszönöm, majd megnézem. És akkor te nyilván nagyon szerényen reagáltad, egy szerény fiú vagy, kifejtetted, hogy nem vagy te jó példakép, mert csak teszed a dolgod, jó vagy rossz döntéseket hozom, mint minden ember, és azt mondtad, hogy te a riválisodra szavaztál, az ki volt? Én a Nyári Krisztiánra szavaztam. Igen. Na, jó, de mi az a belevaló díj? Tehát az... Mibevaló. Mibevaló, igen. Mi az a belevaló díj? Tehát, ezt kérdeztem én is. Én azért szerettem volna ezt megnyerni, hogy ezt elmondhassam. viccen kívül el is mondtam, hogy én nem érzem ezt annak. Most nézd, egy Facebookos szavazás, oké, aranyosak a srácok, és tényleg köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott, de hogy ez az, hogy mennyi követőd van, vagy hogy mennyit szerepelsz címlapon, vagy mennyi zsizseksz, az nem mutatja azt, hogy te mennyire vagy fontos, nem? Nem fontos díj ez, belevaló díj. Igen, de hogy mitől még belevaló? Gábor fönn sincs a Facebookon. Na, például. Jó, hát mondjuk ő kapná az üzeneteket, érted? Jobb is, hogy nincsen. Szerintem sokkal belevalóbb egy ápoló, egy orvos, egy tanár, egy akárki, mint én. Mert én szerintem hasznosabb. Jó, de akkor nézzük már meg, mi az a belevaló. Az egy pozitív jelző, nem? Pozitív jelző, de van egy picit így az illegalitás határán mozog, picit zsivány, picit olyan... Uncut, igen. Uncut. Ez a menőnek a szinonimája? Nem tudom, ezt kérdezem. A belevaló szerintem szimpatikusabb, mint a menő. Nagyon szépen köszönöm. Igen, a menőben van egy kis rájátszás. A belevaló az meg bele...
bele. Tehát itt kőbányán ezt úgy mondják, hogy baró csávó. Baró, derékbaró. Mennyire fontos ez, meg nyilván jó simogatja az ember lelkét, meg ki lehet otthon tenni a polcra. Az így belevaló, hogy ki mondja, amit gondol, mert manapság annyi mindenki lefedi, meg kozmetikázza azt, amit igazán akar mondani, a Pista pedig nem. Tehát lehet, de ő autós újságíró. Lehet, hogy utoljára vagyok ebben a műsorban, várjál még. Igen, de a Pista autós újságíró. Mit mond meg? Nagyon szar ez a karburátor? Hogy mit mond meg? De egyébként tehát az is fontos, hogy azért, mert egy autógyártó odaadja neki az autót, ne mondja azt, hogy ez az autó csodálatos, még ha nála is nem, volt két hétig. És elmondom, szerintem az a sárga pulcsi, ez annyira nem, de amúgy jó fele való. Látod, és azért vagyok. Nem, igazából megy a bútorhoz. Igen. Ha belevaló vagy, akkor most revidiálod a véleményed, és azt mondod, de az jó. De az jó, tényleg jó. Egyre belevaló. Szerinted itt ebben a körben ki a legbelevalóbb? Hát ez nagyon nehéz. Hát itt ül egy remek ökölvívó. Okosan. Okosan, csak finoman. Na most komolyan, hát azt mondta, te nem vagy, az itt ki az? Anita barikádokra megy a kutyákért, itt van Gabi, az értelmiségi tündöklő diva. Ne haragudjál, ezen a díj, én is nyertem egy díjat, csak nem tudtam megjegyezni. A kortalan, a szépség kortalan közvetítésének a díjat. Nem értettem, tudik. Én vissza is kérdeztem, hogy ha várja, a szépségnél álljunk le, mert a Pataki Ági volt még velem, igen, meg a grillozó, hogy a büdös életben nem voltam nem törtem erre. Ki tudja jobban mozgósítani a követőit, de most, basszus, érted, azt kell megérteni itthon, hogy a szemét is addig érdekes, míg el nem viszi a kukás autó. Szóval igazából az, hogy mennyi követőd van, az nem jelenti azt, az téged nem rangsorol valahová fontossági sorrendben. Mert lehet, hogy... Ez attól függ, műfaj függő azért. Hát én mióta kiléptem a digitális világból, amúgy sem volt sose követő. Hát ez utóbbi két órában történt meg valójában. De... Na belevaló-e az, Pista, felveszel egy előleget egy munkára a családoddal, és a családoddal azt végül nem végzitek el. Elmondom, mire gondolom. Hát ez teljesen konkrét példa. A Pista egy következő bejegyzést kapta. Szegény. Azt írják neki, nagy kár, hogy a végtelen szakmai felmagasztalás és rajongás ellenére ez az ember egy csaló. Szüleimet 13 éve károsította több százezer forinttal egy lépcsőburkolat készítése kapcsán. Eljött felmérni a munkát, az előleget bekérte, azután sosem láttuk. Keresésünkre össze-vissza hazudozott fűtfát, miért nem készül el a munka, aztán fel is szívódott. Igen. A mai napig nem készült el a munkája, a pénzből egy fillért se láttuk vissza. A mai napig nagyon elszomorítónak tartom, hogy a média a mai napig így sztárol egy csaló iparost. Figyelj, ebben igazából nem készült el a mai napig a munka. Na. Jó, az igaz, csak az hozzátartozik, hogy aztán írt nekem ez a fiatalember, vagy akárki, aki ezt is odaírta, hogy ja, bocs, ezt nem ehhez a videóhoz akartam, szóval elnézést kér. Nem mondod. De, elnézést kér, de közel nem volt. Én. Sokat nem tudok a múltadról, de... Én annyit írtam neki, hogyha én burkolni tudnék, akkor nem ülnék itt. Azért azzal most jól óvét lehet csinálni. De hogy félre visz egy ilyen? Félre hát simán. Hát én most elhittem, hogy te egy burkoló vagy. Igen. Köszönöm szépen. Egy csaló burkoló. Egy csaló burkoló. Egy Szlovákiából származó csaló burkoló. Egy adó csaló burkoló. Egy bocskorba. Dialektusos csaló burkoló. Igen. Figyelj, ki tudja rólatok, mi kering a neten, egyszer keres rá a saját nevedre. Meg fogsz, komolyan mondom, meg fogsz lepődni. Ilyen különböző szavakat rá kell hozzá. Ilyet nem szabad csinálni. Egyébként tök jó, hogy Kokó pont most újra itt vagy, mert ugye egy hete ért véget a Starbucks, megvannak a győztesek, és mindenképpen kell beszélnünk egy picit a döntőről. Először is az lett-e, amit vártál? Ugye ott van három győztes, ők azok-e, akit eleve gondoltál, hogy lesznek? Most már elmondhatod. Menet közben igen, menet közben azért körvonalazódott, hogy ki az, akinek a végső győzelemre esélye van. Berki Mazsiról tudtuk már az elején, neki egy komoly küzdősportos múltja volt. Nem box, de mégis küzdősport. Brass Bence óriásit fejlődött, Rácz Jenő hatalmasat fejlődött, rengeteg súlytól megszabadult. Őt én titkos favoritnak gondoltam volna. Molnár Áron volt talán a legnagyobb meglepetés, tehát ő nulláról indult, de olyan vehemenciával, meg olyan
elhivatottan állt neki ennek az egésznek, hogy óriásit fejlődött. Istenes Bence is jó bunyós volt. Tehát nekem sok meglepetés volt, tehát amikor ennek nekivágtunk, 6-8-10 hónappal ezelőtt, akkor a legtöbb az egy nyersanyag volt. Amikor az első edzésre lementünk, akkor volt olyan, akire azt mondtam, hogy gyerekek, ebből nagyon nehéz lesz bunyós faragni, és megvalósult. Tehát itt az lehet látni, hogy 8-10 hónap alatt nem lesz senkiből olimpiai bajnok, de ennek a sportágnak az alapjait, az egyik legfontosabb alapját, a védekezést, azt nehéz elsajátítani, de a támadást azt igen, és ennek láttuk egyébként nagyon sokszor megjelenését, hogy itt aki erőszakos volt, kemény volt, az érvényesülni tudott. Úgyhogy a legvégén a kérdésedre válasz, igen, azok nyerték, akik a legjobban voltak felkészülve, akik a legjobban akarták a győzelmet, akik a legkeményebbek voltak, és akik a legtöbb munkát tették bele. Hát igen, Rass Bence tényleg lenyűgöző volt. Ti mindannyian szeretitek minden a boxot. Minden vasárnapot üvöltem a bokó mögött az első sorban, amikor ráálltam a széket. Nekem nehéz volt, mert én magam néztem vasárnap, és kapcsolgattam a kokóékra. Tehát ez a egy kis kokó, egy kis bocsi, egy ilyen fura arányban. De én is nyilván, és Gabi, tudom, de unalmas most a bocskor, most unalmas, most elkapcsolom. Na de volt olyan is, hogy Kokó nálam is volt, meg ott is volt, tehát ilyen, ilyen vasárnapunk is volt. De ti mindannyian szeretitek az ökölvívást. Nagyon. Ti milyen esek voltatok? Így, te is követted végig. Én nagyon. De kinek voltál? Figyelj, több nevet is mondhatsz. Engem sokszor nagyon nehéz helyzetbe hozott, mert amikor a végén a döntőben már azok voltak, akik mind a kettőt szeretek. Aha. És akkor hol azon sziszentem fel, hogy az Árpát ütik, hol azon sziszentem fel, hogy a Brass Bencét ütik. Szóval, hogy én megszakadt a szívem. Igen. De az fantasztikus volt, hogy micsoda változáson mentek át, a testük, a lelkük, a fantasztikus volt. Én testnéző vagyok. Én testnézős vagyok, igen. Megmondom neked őszintén, megnézegettem. Helyben is egyébként érdekes volt látni, tehát amennyire a Jenő akarta azt a meccset, amikor a Bencével boxolt, ezt nem akarta. Nem akarta. Elfogyott. Fejben fogyott el. Igen, utána beszélt, és mondta, hogy ott volt már az öltözőben, és azt lehetett rajta látni, hogy az a hét, ami eltelt az istenes meccs után, az gyakorlatilag teljesen lemerített. De azért neki nagyon kemény kezdés volt szerintem pszichésen. De azt még óriási módon, nem? Tehát úgy uralta azt a meccset. Ott vitte az a fajta indulat is, ami ott volt azért, és itt meg egyszerűen elfogyott, és azt lehet, hogy az Áron úgy jött ki, hogy na most akkor bemegyek és szépen. Minden van, hogy megy ki, tehát ezért. Gyerekek, hát kikrofoltam, most kész, ott véget ért a munkáját. Ha elmész oda, felülsz a biciklire, akkor tekerjed. Szóval én úgy gondolom, hogy... Már bocsáss meg, te azt mondtad, legyél belevaló, te azt mondtad, hogy először... Én ezt el akarom mondani a sztorit, nagyon rövid leszek, hogy figyelj, én nekem a könyökömön jött ki, őszintén szólva. Neked sok volt. Hogy? Neked sok nekem volt. Ez sok volt, hogy tényleg leültem a WC-re, és mindenhonnan a Rácz Jenő mosolygott rám, érted? Nem tudtam úgy elolvasni, hogy ez nem volt szép tőle. Egyrészt ne nézd le! WC közben ne nézd le! Ez a sztori, ez a borzasztó összeveszés. Én is megkövetem, Szevasztián, ismerem amúgy. És mindenhol mondom, tököm már tényleg, hát megint ez a Starbucks, már hagyjanak már ezzel békét. És a végén, mikor volt egy meghívásom a döntőre, elmentem. Elmegyek megnézni, hogy tényleg most mi ez az egész. És akkor nyilván Sanyival ott találkoztunk éppen, azt mondom, mikor volt ez? Pénteken, szombaton? Vasárnap. És elmentem és megnéztem, hogy úgy legyen véleményem róla, hogy ott voltam. És figyelj, abból a szempontból revidáltam az álláspontomat, hogy tényleg tudod nagyon jó, hogy ki volt maxolva azért ez a média része. Jó, ez látszott, hogy ezt nem a NOB szervezi, hanem egy médiacég. Ilyen sokat, ilyen kevés bunyó, én még nem ültem, pedig szoktam járni ilyen gálakra, de hogy direkt ezért elmentem, és azt mondom, hogy jó, ez így, mint show, persze. Ez ki volt találva, és meg volt, nem azt mondom, hogy a kedvencem, de az elismerésre méltó az, hogy látom a Kokón is azért, hogy azért 10 hónap alatt én elosztál ezzel sokat, és mondtam is neked, hogy le a kalappal, hogy ezt így végigbírtad csinálni. Hát, tudjuk nagyon jó, mindjárt a médiában dolgozunk, hogy azért gyilkos egy tempó van ilyenkor. Egyébként a sajtóban megjelent az, meg azt hiszem ti is mondtátok, hogy lesz még egy szezon, meg főleg az, ami meglepő volt, hogy rengeteg újabb sztár és celebritás jelentkezett. Erre lehet-e bárkit nevet említeni, aki jelentkezett? Most függetlenül attól, hogy szerződést kötöttetek, vagy sem, de akiről lehet tudni, hogy jelentkezett, hogy akarja. Lehet.
Na hát. Nincs jogosultságom, hogy ezt most itt elmondjam nektek, de már vannak előre haladott tárgyalások, tehát hogy meg lesz megint a 24-es létszám. Fantasztikus egyébként, mert én ezen aggódtam, hogy még 24. Ja, nagyon sokan, hát ott kis interjúkban is ott nagyon sokan jelentkeztek, aztán amikor jöttek ezek a súlyos káok, akkor sokan lehúzták a kezüket, de aztán egy csomóan meg újra felrakták. Igen. Szerepet játszhat? Az is megjelent, hogy nagyjából mennyi a javadalmazása egy győztesnek, a pénz is szerepet játszhat egyeseknél? Jaj, hát persze. Nézd, van egy, azért nem mondom, hogy nagy lelkű, mert ez nem nagy lelkűség, hanem egy nagyon komoly szakmai munka áll mögötte, egy komoly támogató, aki ebből akar egy egészen más jellegű, a sporthoz sokkal a közelebb álló sportbox rendezvényt, amelyre ez rákapcsolódik, vagy ez majd paralel fog futni, tehát lesz egyszer ez a Celebbox, hívjuk Starboxnak, ahogy ezt elneveztük, és lesz emellett, amire a jelenlegi három győztesünk már bebocsájtást nyert, tehát ők kaptak most 15 millió forintot a felkészülésre, és a legvégén, ez több országot, ha minden igaz, akkor 8-10 országot fog érinteni, a legvégén jövő évben 100 ezer dollárért fognak szorítóba lépni. Igen, ez már egy óriási lehetőség. Amúgy különben a posztom végére odaírtam én is, hogy hát azért van az a pénz, amilyen megverettem magam egy kompon. Van egyébként? Anita, te egy ilyen harcias csajszi vagy? Én abszolút, én boxoltam sokáig. És miért nem mész? Te jelent? Hát, lehet, hogy te vagy az egyik titkos név? Nem, most más életszakaszban vagyok, másra fókuszálok, de egyébként a párom mondta, hogy biztos, hogy nem engedne. Ő nem engedne. Igen, Anita, igen. Ha már beszélünk, tudom, hogy a rádióban egyszer beszéltünk erről, és itt most elmondtam az én drámámat, aminek nem tudom, mi lesz a vége a telefonommal. Néha kitekinge. De igen, mert az enyémet nézed? Nem. Ja, jó. Hogy tudtam már bekapcsolni, kikapcsolni? Nem merem. Nem merem. Lehet, hogy soha többet nem lehet visszakapni. Igen. Nem olyan rég az Instádat. Túlszul ejtették az Instádat. Igen. Az, hogy váltságdíjat követeltek azért, hogy visszaadják neki. És Aditának sikerült viszonylag gyorsan kiszabadítani, hogy meséld már azt, hogy vetted észre, és hogy sikerült neked pár nap alatt visszaszerezni. Felhívott a Görög Zita, hogy annyit tanít, hogy föltörték az Instádat. Ez volt 11:30-kor, tehát gondoltam, azért hív, mert elveszett a kutyája, vagy valami, úgyhogy fölvettem. És általában azért szoktak hívni emberek 11:30-kor, vagy beteg a kutya, vagy elveszett. És akkor megnéztem, és láttam az oldalamat kívülről, de nem tudtam belépni. És akkor kaptam e-maileket, hogy új e-mail címet, meg új telefonszámot rendeltek az Instagramomhoz, tehát már teljesen lehetetlen volt megközelíteni, de kívülről néztem a folyamatokat. És akkor láttam, hogy van egy bitcoinos story, van egy bitcoinos post, de még nem jelentkezett senki, és akkor elkezdtem végigmenni ilyen folyamatokon, és egyszer eljutottam egy olyan részre az Instába, ahol így beszkennelte az arcomat, kellett forgatgatnom a fejemet, és akkor azt ígérték, hogy 3 napon belül összehasonlítja egy szoftver, hogy azok a fényképek, amik az én oldalamon vannak, azok ugyanaz az arcképe, mint én, és ezzel gyakorlatilag beazonosítanak, mert mindent el tudnak lopni, az arcmásodat nem nagyon. Kérdezhetek egy gyorsat? Igen. Mert nekünk egy kísérletesen hasonló sztori játszódott le, egy 3-4 éve, nekünk a cégünknek a Facebook oldalát törték fel így. Elment minden, amit 4 év alatt felépítettünk, azonnal a hitelkártyázatokat már látszódott, hogy már nyomták róla a hirdetési kampányokat abban a pillanatban, és újra kellett építeni, és nem lehetett visszaszerezni. Nem kaptál üzenetet, semmit, és nem. De neked váltságdíjad nem volt, de neked volt váltságdíj követelésed, ugye? Egyszer csak jelentkezett WhatsAppon valaki, egy magyar WhatsApp számról, de láthatóan Google fordítóval megírt. Nigériából örököltél kisebb anyagot. Igen. Egyébként egy nigériai telefonszám volt, amire megváltoztatták, és hogy nála van a fiókom, és hogy beszélgessünk. És ez ilyen 13:30 körül volt, és akkor már túl voltam azon, hogy beszkennelték az arcomat, és gondoltam, egy kicsit várok, és írtam neki, mert mondta a hozzáértő, hogy ne kommunikáljak, a Hajdú Peti, aki meg mindenhez ért, és neki is ellopták a fiókját, mondta, hogy beszéljek vele, mert ha kitörli, akkor a support se tudja visszaadni. Uh-huh. Mert ezek azt csinálják, hogy ha nem fizetsz, akkor fogják is kitörli. Azt írtam, hogy nem érzem jól magam, és nagyon késő van, legyen kedves, beszéljünk holnap. Tehát kommunikáltam is, meg nem is. És megnevezte az összeget? Nem, még nem. Az volt nagyjából a kérdés, hogy nekem mennyit érez meg. És hát én azért egy
két éve minden szombaton live-olok, minden, folyamatosan építgetem ezt a közösséget, tehát hogy azért nagyon sok munkám veszett volna el, és kicsit kétségbe voltam esve, és akkor úgy nézett ki, mint egy ilyen informatikai bázis, nem tudom, 3 laptop, meg 2 telefon, mindegyikről nyomkodtam valami, és akkor egyszer csak hajnali 5-kor jött egy ideiglenes belépési kód az Instagramról. Tehát a szkennelés mentette igen, meg. És jött egy ideiglenes belépési kód, amivel én beléptem, és kidobáltam az embert. Visszaváltoztattam a telefonszámot, meg az e-mailt, mire ő fölkelt, és írt egy üzenetet, hogy sajnálja, hogy rosszul érzem magam, addigra már nem az övé volt a fiú. Na, mennyit fizetsz azért, hogy visszakap? Jöjjünk vissza mindjárt, és egy picit karácsonyozni fogunk. Jaj, de jó. Különböző karácsonyi szokásokról, gondolatokról. Egy ilyen nagyon-nagyon közhelyesnek tűnő blokk csak jön, de nem az lesz. Csak a beigliről ne kérdezz, sírva kérlek. Melyiket? A beigliről ne kérdezz. Nem, beigliről nem kérdezek. Jövünk vissza a karácsonyra, mindjárt a reklám után. És megy tovább a hashtag Bocskor Jakubcsek Gabival, Tornocki Anitával, Kokóval és Vályi Pistával. Ígértem, hogy karácsony. Jó, rengeteget beszélünk, mi is a rádióban egyébként mindenféle, ki mit csomagol, hogy, dísz, kaja, rokonok, család, már tényleg egy elegem van, beigliről nem beszélünk, de hát egy hét múlva lesz, ugye a szeretet ünnepe, hogy hívják, és mindenek előtt... Ami egy Black Friday-jel kezdődik. Igen, de érteni fogjátok, hallgassuk meg egy véleményvezér gondolatait a karácsonnyal kapcsolatban. Annyira nem kell, mikor azt olvasom, és szó szerint idézek, hogy mert az ünnepek előtti időszak, az a lecsendesedés, a lélek nyugalmának az időszaka, amikor is megpihen a test és a szellem, meg az. Ezt lehet valami szvázi fölni, misszionárius írta. Hát, nem tudom, srácok. Én azt látom, hogy az ünnepek előtti időszak az a vérben forgó, véreres szemmel, Xbox rendelés, a laptop fölé görnyedés, hajnalig a bevásárlás, mert 8-an jönnek, mit főzzünk ki, mit hoz időszaka, akinek mi kell az egymás kezéből lapos tévé kirándatás, a síkideg, az évvégi zárás, a pénzügyi jelentés, a statisztika gyártás, az undorító, semmire kellő karácsonyi bulik, amire ha nem mész el, akkor a genyó főnöknek nem fog tetszeni ennek az időszaka. Nagyon szépen méletelsz, hogy a csendesedés, csak ez nem az a világ. Hogy a karácsonyi vacsoránál az rongyát tépázott idegrendszerű emberek ülnek le rettegő gyerekekkel, akik nem várnak megszólalni, mert a szüleiket szétszette az élet december elején, és aztán jó bosszunk ajánláshoz felborulunk januárig, mint a büdös boga. Ezt hívjuk, hogy kérdésedésnek. Pista, te mibe voltál? Mentél haza? Valószínűleg látta éppen a szatyorra a szaladgáló embereket. Ezt hallotta éppen a rádióban, ritkán hallgatok, és hogy jaj, mert az első, de te hol? Hát én, elnekezd volna. Tegnap elmegyek a boltba, tudod, és mikor más van, hogy ne haragudja, tessék! Mikor már... Csak odébb menni. Megismertem a Pandorfi parkolót, ott jártál ezzel a kocsival, nem éppen körben. De nézzük, hogy mennyire szürreális, hogy minél inkább mondogatjuk ezt, de hát ezt látom, szétnézek. Sajnálom, én ezt látom. Jó, hát ezért kell, hogy erről most beszéljünk mindannyian. Egyébként lehet, hogy egy picit a Pistára hallgatva, ami Gabink a következőt nyilatkozta, azt mondja, idén van az első, hogy azt kérem a 3 gyermekemtől, hogy ne vásároljanak semmit, hanem egy este elmegyünk egy nagyon-nagyon jó étteremben, 4-en, csak mi, és akkor az januárban lesz egy ilyen nagy vacsora. Tudok ajánlani egyet, hogyha nincs meg. Jó, de egyébként nem úgy, hogy minden évben megígérjük magunknak, hogy most másképp csináljuk, mint csináltuk az előző években? Nem. Tehát, hogy... Nem, nekem bejött, ahogy eddig csináltam, úgyhogy... Na, hogy csináltad?
ilyen októberre megvan az összes ajándék. És nem kell stresszelni utána. És évek óta törekszem arra, hogy megrendeljek minden, és megvan. Szóval ez részben érint engem, és megértem a Gabit, amikor ezt mondja, mert nagyon igaza van. Ez feltételezi... Ja, várjál, én közben vásárolok. Persze. Hát, világos de, legyen. De jó, ez feltételez, hogy olyan gyerekeid vannak, akinek ezt el tud magyarázni, igen, hogy egy vacsora az jobb lesz. Na de várj, ezt én kapom. Ja, hogy te kapod. Ők kaptak ajándékot is. Ja, értem. De... én nem kapok ajándékot, hogy világos legyen. Igen, tehát ők Gabinak ne vásároljanak, hanem hívják de, meg igen, egy vacsorára, és okay, szálljanak rá. Ja, értem, azt hiszem, hogy egyáltalán nem lesz ajándékcsere. De. De ez a Gabi stresszben van, csak a gyerekek higgadjanak rá. Csak ők ne legyenek stresszben. Én azt kérem, hogy végre egyszer négyen, csak négyen menjünk el valahol. És tényleg arról legyen szó, ami velük van, nem arról, hogy folyik a gyerek orra, nem tudom micsoda, megírta, de átküldte, de... szóval, hogy igen. De helyes. De akkor róluk veszed le a terhet. Róluk veszem. Jó, én csomagolok, persze. Kétféle családtag van így karácsonykor. Van az, aki mindenben benne van, tehát előkészületek, bevásárlás, főzés, csomagolás, stb. És van az, aki egyszer csak beleül. Ti melyikek vagytok? Én a csinálós vagyok. Mi 6 évvel ezelőtt úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy karácsonykor mindig elmegyünk valahova nyárba. És aha, ezért mi nem, mi most megvettük a fát, szerintem a szombat nap lesz, itt hagyjuk a fát 18-án, és elmegyünk megint a nyárba, aztán majd amikor valamikor január elején vagy december végén visszajövünk, tehát már túl vagyunk a karácsonyon, meghívjuk a családot szokás szerint egy vacsorára, de már nem ugyanaz az őrült, rohangálós... De hogy nem pont emiatt? De, és mi nem is veszünk egymásnak karácsonyra, minden nap veszünk egymásnak valamit, igen, de nem karácsonyra. Tehát a karácsony nálunk megpróbáljuk megőrizni ennek a szent üzenetét, és nem ezt a Kaufstrauss őrületbe megyünk át, mert az tényleg idegőrlő. Tehát az, hogy most itt egy listát készíteni, hogy kinek mire van szüksége, egyrészt azért együtt élsz a feleségeddel, és már hosszú év, akkor már nincs olyan, hogy mire van szüksége. Nekem mire van szüksége? Nekem nagyon nehéz, hogy megveszik maguknak, igen, amire igen, szükségük van, tehát azért nagyon nehéz. Úgyhogy inkább elmegyünk nyaralni, és akkor ott karácsonyozunk. Koko elmondta, hogy ajándék nincs, de ez az utazás van. Olyasmi, ami a Gabi fejében megfordult, hogy nem veszünk semmit egymásnak, az volt már valakinél téma otthon? Téma ez folyamatosan, csak most egyrészt én úgy gondolom, hogy karácsonykor nem tudsz passzív maradni. Hát olyan nincs. De ó, rengetegen tudnak, persze. Mutasd meg azt az ember. Nevet húznak már a családon belül is. Nevet húznak, és akkor mindig egy... Kinek veszünk? És ez most a Gabira jutott ez az idei sors egy. Tulajdonképpen csak nevet húznak. Amíg a gyermekei nem érnek felnőtt korba, addig amúgy is kötelességet. Tehát ez nem tudod meg azt a gyereknek, hogy csak érekezünk. Erről is hallottam, a gyerek nem kap semmit. Osztályban mindenki kapott ajándékot, csak te persze, nem. Persze, mondjuk lehet neki azt mert mi jó fejek vagyunk, persze, és megtartjuk a karácsony szellemiségét. Vagy mondhatod azt, hogy figyelj, Jézusnak van születésnapja, nem neked, nem kap semmit. Egyébként az egy jó kiindulási pont, én sokszor ajándékozok ilyen élményprogramot, akár közös élményprogramot, tehát például... De akkor ott is kell lenned, nem? Persze. Hát de jó. De például akkor inkább veszel valamit. A párom most többször volt Indiában, és nagyon elvitte az ottani gasztronómia, és egy indiai főzőkurzust, amin ketten veszünk részt, nem azt fog kapni karácsonyra, mert ezt nem mondanám itt el, hanem azt kapott mondjuk a névnapjára például. Ah. Tehát, hogy olyan dolog, amit együtt csinálsz, az szerintem egy tök jó dolog tud lenni. És a Gabi is ugye ebből indul ki, hogy szánjál időt a másikra. Igen, de te most azért meg fogsz lepődni, ha tényleg nem kap semmit. Hát nem lesz jó, de... Nem, igaz, most tényleg, most szerencsétlenek. Most látják a gyerekek, és nagy fázba elrohannak. Időtlen idők óta nem élünk együtt már, érted? Tehát már felnőtt emberek, nem élünk együtt, nem látunk rá a hétköznapjainkra így. Viszont a közösségi média meg elképesztő mennyiségű megoldást kínál ajándékötletekkel, tehát nekem minden második poszt már... csak azt. Igen, minden második poszt arról szól, hogy mit és hogy lehet megrendelni, mindenféle... Igen, hát, és december 23-áig még odaérnek. Hát, nagyon voltak, ma nekem is jött egy ilyen, hogy Gabika, nagyon klassz ez az öregedésgátló krém, amit most a Facebook földob egy kamu hirdetést, hogy ha ezt magadra kened, soha büdös életben nem öregszel meg. Mondtam, hogy ez nem én vagyok. Hát mindig vannak ilyen kamu reklámok, mindegyikünk nevével visszaélnek ilyen, az a lényeg, csodát hirdet. Csodát érdek. Na most rajtam még nem sikerült, de mindig csak azt mondom, hogy... A mauzolomban a balzsamozás. Gondolj bele, hogy hány anya sóhájt föl, mikor végre mindenki jól lakott, karácsony, ránéz a fára, és hogy... Oh,
Bizony. Ez baj. És ez baj. Ez hát, a baj. Ez de, a baj. De valahogy valakinek meg kell oldani. Ezért kérdeztem, ki milyen szerepet vállal. Egyébként nálatok hogy zajlik? Oké, ti kin vagy. A karácsony koreográfiáján kint vagytok, Szenteste van, ott vagytok, Szent Martinon, vagy nem tudom, hogy... Tessék? Rövid nadrágban. Rövid nadrág, na jó, de akkor ott nincs is korrekt, még zene sincs. Hát most például most olyan helyre megyünk, ahol ott nem is ünneplik a karácsonyt, tehát hogy egy arab országba megyünk most telelni, nyaralni, aha, de volt, hogy a Karibra mentünk, vagy Tenerife-re mentünk, és ott azért még volt karácsonyi érzete, meg természetesen ugyanúgy azért kiöltözünk elegánsan, kis ajándékot adunk egymásnak, de nem arról szól a karácsony, hogy... Ekkora brill is elég. Kísértékű ajándék, meg én általában ilyen ötletgazda vagyok, tehát én szeretek magam különböző ajándékot készíteni, tehát nem keresztszemes simzésről beszélek, hanem valami... Komolyan? Fényképekből csinálok egy könyvet, tehát azért... Jó fej vagy. Jó. Ez helyes. Gabi, nálatok, te ott... Én vagyok. Kimondom. Te vagy a minden. Az, aki a végén, hogy a Pista mutat, így elterülsz. A férjem az nagyon rendes, mert egy idő után lázad, minden évben lázad, de végül is betöröm az utolsó időszakra, tehát akkor már besegít. De az, hogy ajándék mindenkinek, meg mindenkinek be legyen csomagolva, meg mit főzünk, amit megőrülök. Tehát azért mondom, hogy... Mikor megyünk bevásárolni, és akkor mit főzünk? Igen. Rántott hús. Hát, mi igen. Karácsonyi menü? Most már kacsák vannak, meg nem tudom, hogy sok minden van, nem szabad beszélni. Akkor az a csavart valami. Igen, a csavart én már nagyon Márkos megyek csavart arra, hogy minél, ahogy az időmmel valahogy tudja gazdálkodni. Én 12-re lapot húztam, mert még közben van egy fürdőszoba felújításom. Ami viszont mindenféleképpen pozitívum, hogyha itthon maradsz, hogy 25-e, 20-a, 26-a, az egy teljes pihenőnap. Tehát ott akkor nincs semmi. Ha csak nem mész, még tovább nincs. Nem mész a család. Értem, de nem dolgozol, nem hívnak telefonon, tehát nem zajlik az élet. Te most fürdőszobát újítasz fel karácsonykor? Igen, és ezt be kell fejezni. Kapsz tőlem a fála egy zacskó fuga keresztet. Ez jó, mert legalább tudod, hogy mit kell. Tényleg burkoló. Tényleg burkoló. Megrendelődik. Senki nem dobta be a gyerekeket, hogy a gyerekek csillogó szeme is, jaj, hát a gyerekek, akkor nyer értelmet a karácsony. Én írok a Jézuskának minden évben. De nyilván az nehogy ember... mellé lője. De nem, ti hajlamosak vagytok a gyerekeket, vagy hajlamosak voltatok a gyerekeket elhalmozni, ami a csövön kifér, vagy tudtok? Én szeretem. Te is? Minél több ilyen izé legyen ott. Igen, legyen tele minél több. Valahol ezt igazából már végén csak értük csinálod. Nem, abszolút, hát figyelj, a karácsonynak szerintem egy ember életében sokféle fázisa van. Tehát amikor mondjuk én gyerek voltam, akkor én voltam a csillogó szemű, jaj, de jól kaptam egy vasutat. Az megvan, hogy fa egész pontosan 100 éve van Magyarországon? Tehát 1823-ban, vagy 1923-ban egy hercegnő hozta Magyarországra, 1600-as években indult el az egész történet Németországban, ott állítottak először karácsonyt, tehát egyébként, ha belegondoltok, a Jézus születéséhez sok köze nincs az örökzöldnek, tehát igen, ott azért Betlehemben ritkán volt ilyen ünnepség, de ezt mi így át, és aztán utána a Coca-Cola-tok, már elnézést, de csomó minden átformálta ezt az egész ünnepet, és most arra alakult ki itt a 21. század, 20. század vége felé egy ilyen vásárlós őrületté. Tehát ennek most már nagyon minimális a vallási üzenete, ja, meg ami kár, mert egyébként sokkal szebb lenne, hogyha tényleg valamit ünnepelnénk, és nem pedig csak tényleg nehéz, a vásárlásról szólnak. Mert a olyan, főleg nagyvárosban, hogy hát pont így takra esél be, a taknyodon csúszva a 24-én az asztalhoz, mert előtte még évet zártál, még kimutatás, már tervezitek a jövő évi költségvetést. Neked tudod, mi segít a karácsonyi hangulat megteremtésében? Nekem az utolsó egy hét az végig jótékonyság. Tehát van egyszer ugye a Jónak lenni jó, amiben dolgozom most már hosszú-hosszú évek óta. Az Ökumenikus Segélyszervezettel ételt osztunk, mindig van egyéb most a Veteránbunyósok Alapítványával is jótékonykodtunk, tehát egy csomó olyan dolog segít megteremteni a lelki békét, tehát hogy valahogy helyre rakni, visszahozni ebből az őrületből, és úgy tudok akkor megérkezni a reptérre, hogy úgy megyek el, hogy a nyugodt lélekkel. Szóval térjünk vissza egy pillanatra ezekre a karácsonyi szakaszokra egy ember életében. Tehát ugye kisgyerekként csillogva nézed a díszeket, kicsomagolod, nagyon jó. Aztán jön a kamaszkor, az egy picit akkor ilyen kaotikus, a fater, meg a muter. Tiltott szerelem, éjféli misé, hát az, de vicce, akkor lehetett lepattanni az éjféli misére, mert hát
Így van, aztán ott itt ott a randi. Családtagok halála, az én esetemben ugye akkor egyszer csak ketten maradtunk anyámmal, akkor már a díszítéskor benyomtam, akkor volt egy, és örültem, hogyha átjött egy haverom, és hallgathattunk, mit tudom, egy rockzenét, hogy vége legyen ennek az egésznek, és aztán van saját gyerek, onnantól megint csodálatos az egész, és nézed, ahogy az ő szeme csillog, és aztán jön az de idősebb. Nincsen egyébként a között, a fázis között, hogy egyedül vagy anyáddal, és van egy gyerek, akkor még közte kell egy nő is. És volt egy nő. Igen, de hogy van olyan, amikor jó a karácsony, úgy is, hogy valakivel ketten vagy. Ezt elfelejtettem. Ezt eltugrottam. Csingőbe, meg ezek az összesek. Ezt a telefonóban benne volt. Szóval... Vannak ezek a kötelező karácsonyi zenék, amiknek ne. De ezeknek kéne megteremteni a hangulatot. Hát azok megteremtik. Most hány van még az idős kor, amikor már nem is veszel karácsonyfát, már csak egy fenyőágat vesz a nagymami. Végén már csak egy kiló mandarint ülteszel magad elé. Ez mennyire gyönyörű, nem? Meg ugye vannak ezek a kötelező filmek, a szerencsétlen gyerek, akit otthon hagynak New Yorkban. Ja, Kevin a szerencsétlen gyerek, akit otthon hagynak. Ez is egy jó cím lenne. A szerencsétlen gyerek, akit otthon hagytak New Yorkban. Szóval ti melyik szakaszban vagytok most? Én ezek szerint a korommal még nem tartok itt, amit most mondtál, mert nem a fenyőágas a vázában, hanem azért... Nem, de hogy is, óriás fa van, rengeteg ajándék. Beválaszthatsz az én szakaszaimból, melyik a gyerek szeme csillog? A benyomós gyerek szeme csillog, hol vagy? Benyomós gyerek szeme csillog, nagyapa. Csodálatos. Én is már kinőttem ebből az ujjamat, lecsonkolom, csak férjem be valahogy a fal. Hogy mondják a kutyák a karácsonyi felhajtás? Díszek, irritáló dolgok, zenék, hangok, szagok? Túl vagyunk a karácsonyi fotózáson, nekik mindig az a legnehezebb. Amikor 8 kutyával megérkezem egy stúdióba, akkor a stúdió is... Na de a stúdiófa nálatok otthon nincs? Hát van 40 kutyád? Vagy... Van, a macskától kell tartani, mert az fölmászik, az pofozgatja a gömböket, tehát hogy... Lehet kiszoktam... Érdekli a Biblia üzenet? Nem. Igen, amit a Kokó mond. Kiszoktam kötni a fát azért, hogy ne dőljön el. Azt mondja, macska. De egyébként az egy neuralgikus pont, hogy senki ne pisilje le a fát, hiszen egy fa. Hát hogy ne. De mi a vendégek közül? Figyelj, azt olvasom, hogy az angol kutyatulajdonosok 70%-a ajándékot vesz karácsonyra a kutyájának. Igen. Csontot. Ugye te nem? Vagy ti igen? Én igen. De én is. Egy kis ajándék az van minden? Hát egy kis ajándékot kell. Füstölt füle. Meg csak egy kis finomság. De... Hát eleve, hogy etetjük őket, az már valahogy ajándék. Igen, legyen elég. De hogy igen, a születésnapjukra is szoktak kapni. Aha, jó, oké. Ez a téma, ez itt kifújt. Kifogták a szelet, amit tudom. Gábor nem tudja ezt oké, de hát nem fogja fölni van. De hogy nem. Most kaptak egy kutyakanapét karácsonyra. Kutyakanapét? Direkt vártál vele, hogy a szent ünnepen adhassák, ugye? Milyen különbség a kutyakanapé és a sima kanapé? Ez lent van a földön, tehát nem kell fölugrálni. Tehát olyan, mint egy kanapénak levágnád a lábáit. Aha. És ilyen nagyon puha, nagyon, tehát hogy nagyon szeretnek. 3 nagy testű kutya elfér rajta. Pistán. Csak a maradék 25, ez pedig ott ül mellett. Ez a saját kutyám csak 8. Most, miután téged. Ugye te itt elmondtad a felvezetőben a kritikádat azon a videóbejátszáson, és meghallgattad itt a résztvevőket, neked ezek után milyen lenne az ideális karácsony? Felkészülési időszaktól a finishig. Nekem? Vagy úgy gondolom, neked, hogy mi neked, lenne hogy, szerintem hogy, a helyes? Te megfogalmaznád akár nekünk, hogy mi az ideális karácsony. Elmondtad, hogy milyen nem, mi elmondtuk, hogy milyen nálunk, mi az ideális. Te vagy a megmondó, a belevaló, a véleményvező. Ezeknek a kombinációja, amikor... Ennyi is benne van az ivós? Persze, hogyne. Amikor átjönnek a végén ismerősök, és akkor leültök este egy kicsit az asztal körül, meg minden, de ugyanúgy, ahogy a Kokó mondta, hogy előtte tényleg egy kicsi nyugi, hogy ezt a szart, ezt ki tud dobni egy időre. Az az enyém nyugi. Jó, az enyém. Lehet, hogy ez egy jel, hogy le kéne csendesedni egy picit már. Ha legyen a kombináció, hogy te sem mész valahol a Karibra, a haverok meg átmennek hozzá. De egy picit csendesen, és utána meg ugyanazt, mint a Gabi mond, vagy mint az Anita, hogy legyen időtök egymásra, és ne kelljen a munkával foglalkozni, meg azzal, mi van a kapunk kívül. Ne! Legyen így. Na, beszéljünk valami másról. Magyarország egyik leghíresebb divájáról, annak inkább özvegyéről, tehát Gábor Zsazsa
özvegyéről beszéljünk, ő Prinz Frederik von Anhalt. És ő most, képzeljétek el, azzal került megint a hírekbe, hogy béranyát keres, Prinz már, Frederik von Anhalt már 80, béranyát keres, akinek fizetne is. Hadd mondjak el egy rövid sztorit, mert azért eléggé benne vagyok Prinz Frederik von Anhalt életében, tényleg, szóval, hogy végigkísértem. Minek köszönhető, bocsánat? Mert a német sajtó nagyon intenzíven foglalkozik vele, és bármit szeretjük hercegként kezelni, és Gábor Zsai ügyet, de ő egy totál csaló. Tehát ő egy kedves csaló, tehát egy troll csaló. Ugyanis Prinz Frederik von Anhalt... Német Alekoszról beszélünk? Kiről? Egy német Alekosz? Hát... picit elegánsan. Picit elegánsan. Az öreg vetítőgép. Na, szóval ő nem Prinz Frederik von Anhalt, hanem Hans Robert Lichtenberg néven született. Németországban 12 évesen részt vett egy ilyen tehetős családnak a bulián, és akkor ő eldöntötte, hogy ő a fényűzést választja, mint életcélt. És amúgy ő pék. Tehát simán pék, és a 60-as években volt azért különféle vállalkozás, a férfi szaunákat működtetett Németországban, hát ez ilyen nedves kupleráj lényegében. Páráskupleráj. Azóta követed? Én nagyon nagy rajongója vagyok, idézőjelben. Aztán volt, hogy telefonkönyvekben színészként szerepelt, de soha nem csinált egy filmet se. Na, várjál, 1900... Hogy halászta össze Gábor Zsazsát? Mondjam a Gábor Zsazsát, de hogy lett Lichtenbergből Frederik von Anhalt? Az a sztori, hogy 80-ban rávette az elszegényedet, már akkor 80-as éveiben járó Maria Augusta anhalti hercegnőt, tehát ő szegényedettel, hogy fogadja már örökbe Robert Lichtenberget, azaz őt, és cserébe ad havi 2000 márkát. Ő fizetett havi 2000 márkát a névért, tulajdonképpen az örökbefogadásért. Na most gyakorlatilag a mai napig egyébként az Anhalt család őt nem ismeri el hivatalos rokonként, aztán kötött többféle névházasságot, legalább 5 felnőttet azóta is örökbefogadott. Várjál, még mondok sztorikat. Lovagi címeket is árult ő aztán, 50-100 000 dollár körül darabját, és aztán rátalált Gábor Zsazsára. Hát ott Hollywoodban elkezdett mászkálni, elmondta, hogy ő a princ, és akkor Gábor Zsazsa beleszeretett, így azt hiszem, hogy ötödik férje. Zseniális. Jó, aztán... Cserébe Gábor Zsazsának nem kell 2000 márkát adni, mert neki volt pénze. Hát neki volt pénze, és hát rajta él, hát belőle élt, nyilvánvalóan. Na most a halála után viszont, Gábor Zsazsa halála után, princ picit ilyen álmokfutásba kezdett, gyakorlatilag Gábor Zsazsa hagyatékát kezdte el elárverezni orba szájba, és az egyik Insta sztoriában most is kitett nemrég egyet, hogy a Gábor Zsazsa arany sopár óráját árulja. Na, ott van. All money goes to a foundation. A pénz egy alapítványnak megy. A saját magállapítványnak. Nagyon. Támogassuk a falán hálózatot. Ez nem? Tehát, hogyha meghívetsz egy ilyet, akkor elmondod, Frederik alapítvány. Hogy melyik alapítvány, a gyermekek, vagy a nem tudom kiknek a javára, egy alapítványra megy. És most ugye jelenleg két állás ajánlata van. Az egyik, 1 000 000 dollár egy béranyának, aki a kis Anhaltot kihordja. Honnan van a kis Anhalt? Ezt belőle gondolom. Gondolom, hogy... Hercik bácsibó? Hát majd lesz, hát még most még ott van bent az Anhaltban. Lehet, hogy van lefogyat. Hallod, a Kokó elmondta, még benn van az Anhaltban. Még egyelőre... Lehet, hogy Halton. Halton van a kis Anhalt. Halton van a kis Anhalt. Zürich Halton. És van még egy... Prinz von Zürich Anhalt. Ja, és van még egy másik állásajánlata, egy asszisztenst keres, aki egyben testőr is, és ez viszont havi 10 000 dollár lenne. Jó, ki melyiket választaná? Melyik állást? Hát béranya biztos. Hát biztos nem. Hát pedig testőr, a kokóra nem számíthatunk. Kis Anhaltot eltologatnátok ott. Figyelj! Jó, nem érdekel? Egyik sem? Semmelyik? Ez egy belevaló meló. Mit? Na mindegy, mindig van egy ötletek. Én amúgy ültem a Gábor Zsazsa autójába, képzeld el, amit ő eladott. Uh-huh. Én abban az autóban ültem. Az autóját is eladta? Igen. Tehát neked van közvetlen kapcsolatod. Hát a közvetett van. És ültem abban az autóban. Mi is írtunk. Gyönyörű sírás. Én írtam neki egy e-mailt, hogy én vállalnám, az egyik fia lennék. De nem válaszolt. 50 évesen meghalok. 50 évesen meghalok. Hát látod. Nem válaszolt, tehát rendesen Prince neki. Mi, ahol lennél Gábor von Anhalt? Kíváncsi voltam, hogy mi az egész procedúra, hogy ezért kér-e pénzt, nem kér pénzt, kapok-e pénzt. Reménykedte. A
az is elképzelhető, hogy ő csak a hírt akarja megosztani. Nem lehet, hogy ennek nincs következménye. Tehát, hogy semmi... A bíróságnak? Hát, se a bíróságnak, se az örökbefogadásnak. Hát egy szélhámostól mit már... tudom. Jó, tegyük fel, Kokó, Pista, hazamentek, és a feleségetek azt mondja, hogy fú, mit olvastam a Blikkben. A Frederik fizet $1 millió. Csináljuk már meg. Mit? Mit? Hát azt, hogy a Frederiknek kihordjuk. $1 millió. Mi ketten, én és a feleségem. Nem, nem. Hogy ő, hogy benne vagy-e, ebben mi ezt az $1 millió, ezt hazavisszük. Nem, mert nekem nem ér annyit. Azért nem olyan sok pénz az, hogy hát kinek, hogy jó, akkor a Kokóval beszélünk a Pistával. Jó, nem. Szerintem nem pénzkérdés, nem pénzkérdés, hanem ez egy tulajdonképpen rejtette, leburzsúlyozták most Kokótávat. Miért te belemennél egy ilyenbe? Nekem nincs jelenleg. Nem, műsort, ő kérdez, mi meg. Köszönöm, ez az indulás. De ha lenne, akkor belemennél? Nem olyan sok pénz az az $1 millió. De ő küldene valamit hozzá. Igen. Hát, hogy azt helyezzék el. Igen. A feleségbe. Igen. Hm? Na mégis? Az anyjával kell ott beszélnem. Nem, hát ez egy morbid baromság, főleg egy 80 éves embernél. Hát... Teljesen megerőszakolja. Akkor az örökbefogadásról beszéljük. Tegyük fel, valaki odalépne hozzátok, hogy az előmenetele céljából fogad örökbe, mert szeretné használni a nevedet. Gabi, te ezt érted? A Kovács nevet. A híres. Ej, ha Kovács lehetnék. Nekem nemrég megcsinálták a családfámat. A szépapám uradalmi komornyik volt, és ez a legmagasabb pozíció, ami ebben a családban valaha. A komornyik? De az abban az időben... Nevedre van szüksége, mert Dél-Amerikában szeretne előmenetni. Jó, most a Kokót értem, hogy nem hiszi ezt a sztorit. De azért Jakubcsek, Vályi, Tornocki, vagy akár Bocskor, így van. Jó, szerintetek itt ebben a körben kinek ér a legtöbbet a neve? Nem pénzben értem ezt, hanem hogy melyik brand, olyan már, ami olyan brand? Hát attól függ, milyen piacra akarsz betörni. De... Hát, kiestem a piéd. Tiéddel lehet a legjobban menőzni. Az ennyi mellett a legjobban menőzni? Hát milyen piacra akarsz betörni? Bocskor forma. Ugye, tulajdonképpen cipőt akarsz gyártani, vagy kenőmájást? Az én nevemmel? Nem, hát a tiéddel lehet cipőt, az ennyivel kenőmájást. A Jakubcsek az mondjuk egy tök jó kalapmárka. A Jakubcsek egy baromi nagy brand. A font elé kell rakni, vagy utána a font, és akkor már onnantól megvan oldva. Font Jakubcsek. Akkor másképp kérdezem, melyikünk, mondjuk valakit örökbe fogadnánk, melyikünk nevével nyílna meg a legtöbb ajtó Magyarországon? Én egyszer egy sünyt örökbe fogadtam, semmi nem történt vele. Ugyanazt az életutat futottam be. Ott van még talán az állatkertben. Na, és történt vele másnap valami semmi. Nekünk szurikátánk van, szintén állatkert. Nem kezdettek kutyákra vigyázni, nem? Tehát ugyanaz az életút. Akkor megint más kérdezek. Jó. Tegyük fel. Dolgozz még. Jó, dolgozom, de ezt az egész Ánhál dolgot végig akarom veletek venni. Nem ütött minket szívem. Mondjuk kutyáknak egy vitamin gyártani, akkor lehet, hogy neki megérné, hogy... A Tónocki néz. Igen. De gondolod, hogy azt, amit te kinyomoztál az elemről, aránylag gyorsan, hogy ezt ugye, ez hozzáférhető info, igen. Most bárhol az, hogy Fonán hát innentől kezdve ez így... Csak ez az így a baj, hogy van egy nemesi német család valóban ezzel a nével, akik ugye nem ismerik őt el. Tehát a Fonán hát név az azért valami. Fon Kovács nem volt soha? Fon Smith. Teszem hozzá, egyébként az én nagyanyámnak volt egy szeretője. Na. Ez már egy hír. Láttam a családfalmat. Megtaláltam a családfalmat, csak nem akartam róla beszélni. És Kovács volt. Kovács volt. Hát, tudom, onnan láttam a családfalmat. De várjál, és ő Margit néni. Diszi... Én nagyanyám nem Margit, de Margit. Nem akartam erről beszélni. Majd megbeszéljük. Majd megbeszéljük adás után. És... Disszidált Amerikában. Mondtad, nekem mondod, hát... És az ő, és tudod, mivé változtatta a Kovácsot? Na. Kovács? Nem tudom, sértek-e még család, nem tudom. Tehát Fon Varsányi. Uh-huh. Tényleg sokkal jobb. Nem? A Jenő bácsinak a unokakabátja. Most elbizonyítanított. Neked volt egy rokonod, aki az én nagy... Jézusom.
Nem akarom mondani, hogy nem is egy rokonom volt. Nagy buli volt! A családfában az van, ott van egy bokor, az nagyon nagy buli volt. Ha nem haragszol, témát váltok. Hamar eljutunk, de hogy örül, hogy nem vagy kutya. Most mintől nem pirulok, nem? Jó. Picit, igen? Kicsit azért, hogy zavarban van. Igen, picit, mert annyira blöfföl, hogy nem hiszem el. Jól csinálja. Jól csinálja. Jövünk vissza, a témánk a féltékenység, egy pár perc a reklám után jövünk. Kis témánk van, a féltékenység. Egy sztori kapcsán egyébként gondolom, hogy mindenki állt a féltékenység valamelyik oldalán, vagy esetleg mindkét oldalán, hogy azok voltatok, vagy rátok voltak. Elmondok egy sztorit, és akkor beszéljük egy picit végig. Itt van egy lány, ő a TikTokra feltöltött néhány videót arról, hogy a pasija dolgozik. Na de hát ez a videó, ez úgy keletkezett, hogy nem a pasi levideózta magát, nézd, így dolgozom, hanem a lány kötelezte arra a pasit, hogy napi 12 órában FaceTime live-on közvetítse azt, hogy dolgozik, mert ő látni akarja, hogy mit csinál munka közben. És azt mondja, idézem a nőt, a barátomnak az egész 12 órás műszakja alatt FaceTime-oznia kell velem. Nem azért, mert nem bízom benne, hanem mert nem bízom a nőkben. És aztán olyan videót is csinált, ezt is kitette, amiben sétál az utcán a fiú, a lány pedig követi autóval, és ő végig kamerázza, azt mondja, hogy azért, hogy nem véletlenül egy kolléganővel sétálgat-e. És ami döbbenetes, hogy ezt a videót, ezt 7,5 millióan látták, és többen mondták, hogy ez nagyon szomorú, a pasi hagyja ott ezt a csajt, mert ez nem normális, kinevették, ők meg azt mondták, hogy jó, ők bírják egymást, igen? Én azt hittem, hogy félmeztelenül fát vág, nem széklábakat csomagol egy gyárban. De széklábakat, igen. Tehát hogy gondolj bele, hogy ez és a pasi belement, kirakja a telefonját, 12 órán keresztül megy az, hogy ő csomagolja a széklábakat. Csodálatos. Igen, jó. Na jó, a kérdés az, hogy ki volt először is élete során nagyon féltékeny valamikor? Soha életemben. Nem voltál ilyen, nem éreztél ilyet? De egyszer, amikor küldött neked valami nőmesztelen képet. Faxon, emlékszel arra? Nem faxon, levélbe, szépen levélbe. Azt a faxot ezt nem is tudja. Nem, de akkor sem féltékeny voltam, csak olyan rossz érzésem volt, hogy mit gondol az a nő, aki egy mesztelen képet küld magáról, hogy most... Hát mit gondol? Ki volt? Szerintem egyértelmű. Beiglire gondolt. De a doktor úrnak küldte. Beiglire gondolt valószínűleg. Nem, de szóval... De akkor egy rossz érzés volt, de nem voltál féltékeny, hogy akkor én... Nem, tehát alapvetően szerintem a saját önbecsülésedről, vagy annak hiányáról szól a féltékenység. Igen, a féltékenység azért egy olyan dolog, amiről nem feltétlenül tehetsz. Tehát az önbecsülésed vagy jó, vagy rossz, de nem tehetsz róla, egyszerűen jön. Tehetsz róla? Szerintem nem lehet irányítani. Hát ha irányítani akarod, akkor azt jelenti, hogy megjelent, csak elnyomod. Nem, azt jelenti, hogy bízol abban, hogy ha enélkül is képes vagy boldog életed. Nem vagyok féltékeny, nem vagyok féltékeny, nem tudom mantrázni. Nem tudom bemagyarázni magad, hogy nem vagy az, amikor az érzés jön. Nem azt kell elnyomni, hanem máshogy kell dolgozni magadon ahhoz, hogy te álljál olyan stabilan a lábadon, és higgyél annyira saját magadban és a saját értékeidben, hogy gondold azt, hogy a másik nem fog keresni mást vagy jobbat, mert nincs jobb neki. Hát nincs mindenkinek ennyi önbizalma. Ha megkeres mást, akkor meg lehet, hogy nem te vagy a megfelelő. Nem igazán. Nem igazán. Nem igazán. Én a legjobb akarok lenni. Én nem voltam féltékeny, viszont nagyon keményen megcsaltak. Látod, teszek mindegy. És ez hogy derült? Hibát követtek el. Hibát, és akkor, de akkor meg már nem voltál féltékeny, mert akkor te gondolom, hogy akkor... Nem, akkor is sértődött voltam. Az egy másik kérdés, hogy átlépsz egy ilyenen, és azt mondod, hogy akkor rettenetesen sértődött leszel, és... És lecsapsz. És ott a vége. Ott a vége, aha. De igen, de aki benne örlődik ebbe a féltékenységbe, az egy borzasztó dolog lehet, mert ugye abból azt nem tudja, azt nem, ott nincs megoldás. Hát ez az, erről beszélünk, hogy nincs megoldás. A Kokó is azt mondja, hogy nem tud irányítani. Kokó, ott nincs megoldás. Én nem voltam soha féltékeny, és szerencsére nem sem volt soha senki féltékeny. Ó, még az sem?
Nem. Hát nem éreztem azt a pressziót, hogyha megcsörren a telefon, vagy jön egy SMS, hogy akkor nekem az, hogy akkor most úgy néznek rám, hogy azt kiküldtek. Én az borzalmas lehet. Az borzasztó lehet. Azt képzeljétek el, hogy az én nagypapám az rendszeresen megcsalta a nagymamámat. Jó. Ezek erről legendák vannak. És ezt onnan tudjuk, hogy nem, mindig biztos, kudarta a Kokó családjának van ez köze. Bátyám mesélte. Hogy mindig cigányzenészekkel húzatott a nagymama ablaka alatt, hogyha nem jött haza 3-4 napig, és akkor virágcsokorra jött, és akkor tudtuk, hogy a papa megint hát, rossz fát valahol volt. De mindig megjött, és mindig megbocsájtottak neki, és mindig volt tudta, ennek egy szép drámája. Tehát ha megjelentek a cigányok, de a mamma tudta, hogy mi történik. Nagymama tudta, hogy igen. A régi kultúrkörben ez természetes igen. volt, hogy egy jó így asszony mindent megbocsájt. Minden megbocsájt. Hát az a kultúrkör, az Csepedig vezethető vissza. Vannak még most is olyan frekventált kerületek, ahol ez De ez, és akkor a nagymama nem volt féltékeny, vagy attól lett féltékeny, hogy megjelentek a cigányok? Csak ez volt a családi legendárium, hogy a nagypapa, ó, a nagypapa, hát szóval a nagypapáról lehetett tudni, hát hogy bocsia, voltak női. De bocsánat, azért tényleg a társadalmi konvenciók, a korok, ez azok annyit változtak, hát mostanra megcsalás már az is, hogyha rámosolyogsz egy igen. hölgyre. Igen. Annak idején meg az sem volt, mert ha egy hétig voltál távol, az igen. még nem volt megcsalás. Nem volt megcsalás, akkor plusz ha volt cigány, meg virág, akkor igen. A papa már csak ilyen. A papa már csak ilyen. Szerintem ez a sztori, amit láttunk, ez beteges. De mind a két oldal. Főleg úgy, hogy nem láttuk, hogy mi van az asztal alatt. Tehát láttuk a csávot asztal fölött. De az a férfi, aki belemegy ebbe, azért ott is. Erre szokták mondani, hogy majd elmúlik. Tehát, hogy ez jó, de ti mit szólnátok? Vagy barátnőm, aki a párja tárgyalt, és ezért nem tudta fölvenni a telefont, és megérkezett, és oda a munkahelyére, és berontott az irodájába, hogy biztos nővel van, és közben ott tárgyalt, Jézus, és ez rettenetesen... Ez beteges. Igen, hogyha a kipárotok kérni azt, hogy napi 12 óra, legalábbis a munkátok közben legyetek bekamerázva, mit látna? Nézze meg vasárnap este a tévében. Nem tudom, én azért ülök itt csendesen, mint a bagoly, mert én álltam mind a két oldalon, de nem voltam soha féltékeny. Rám voltak. Én milyen oldalon voltam? Nem voltam. Én voltam, aki megcsalt, meg ilyesmi. Voltál te is azon az oldalon? Én is voltam nagyapa, csak nem küldtem cigányokat meg virágba. De mindre, megvan az oka, én úgy gondolom, ennek is van valami oka. Azt mondja, hogy ő megbízik figyelj, komoly... benne, a nőkben nem bízik, hát nem bízik meg benne, ha követi az utcát. Bocsánat, komoly iparág fejlődött ki a 12 órán keresztül nőket streamelni, tehát ez a... Milyen az a műszak, ahol 12 órán vagy? De ő vajon nézte? A csáj, akkor ő nem dolgozott aznap? Nem, hát azt látta, hogy ő most nyugodtan megcsalhatja a pasit, mert a csávó ott dolgozik. Ez egy jó kanyar. Mosodi gyerek, hát te véletlenül Pistikével zajlott. Még a másik oldalról nem beszéltük, hogy voltak-e veletek szemben féltékenyek. Hát azért... Hát az rövid ideig tartott, mert én azt nem bírom elviselni. De volt nyomozás is, minden? Már bocsássak, ez... de meddig hízelgő egy fél, mert ez jó kérdés, egy hízelgő is, hogyha nem féltékeny rád, az nem kérdezi meg, hogy hol voltál, egy egészség... kihívott. Nem, mert én valahogy mindig elmondom. Tehát, hogy... Hát nagy csacsi vagy. Hát, kihívott, hova megyek, tehát általában tudjuk egymásról, tehát hogy nem merül föl. Nyilván van egy egészséges féltékenység, de azt gondolom, hogy az ember nem is hozza a másikat olyan... csak féltés, mint féltékenység. Nem hozza a másikat olyan helyzetbe, hogy ezt kiprovokálja. Az az izgalmas, amikor azt látod, hogy az, aki a tiéd, az másnak is tetszik, de biztos vagy benne, hogy nem adja magát. Ez a legjobb. Igen. Az igen. egy egészséges izgalommal tölt el az ember, és szerintem nincs olyan pas, az a pasi, aki ezt nem élvezi, hogy a mellette lévő nőt megnézik, és az csinos, és az ott valami nem oké. Most fordítva volt, a feleségem többször eljött ugye itt a Starbucks döntőre, és mindig azt mondta, hogy most már nem is azért jön, hanem csak az, hogy lássák, hogy velem vagy. Tehát, hogy nem szabad például... Jó, de akkor hízik a te vágyad is, nem? Hát persze, nekem is tudom. Ezt, hogy 12 óra alatt nézd a pasidat, hogy dobozba csomagol kártyákat. Hát jó, ez az egyébként... Tehát ők azóta szétváltak, tehát a sztori vége az, hogy azóta szétváltak. Ez egy csoda. Szerintem elve 12 órát kellett dolgozni, meg csak 8 órát dolgozott volna. Tegyük fel a telefon, ami nem merül le 12 órára. Tegyük fel a tipárotok, be van kamerázva 0-24-ben, de ő nem tud róla. Ti ránéznétek-e arra a felvételre olykor? Biztos, hogy nem csinálnék ilyet.
te csinálod, be van kamerázva, ez most egy fikció, be van kamerázva 24 órával, te tudod látni, mit csinál. Ránéznél a monitorra, bekapcsolnád? Nem, de nekem előfordult, és el is szégyeltem magam, amikor volt egy applikációnk, amivel az autót követhettük, hogy mert ugye ez a különböző védelmi rendszerek az autóba beépítve, ahol tudod követni, hogy merre jár. És volt, hogy nem a saját autómra nyomtam rá az applikáció, hanem a feleségem autójára, és láttam, hogy hol van. És aztán ki is vettem, hogy ne, nekem ez semmi közöm. De ez viszont nagyon tiszteletre méltó. De nem, mert hát én nem követem őt. Hát igen, mert neked volt rossz érzés. Igen, hogy én most követem őt, vagy... Hát azért én a lokátoron megnézem, hogy hol, merre jár a gyerek. És a kamerába belenézni a kamerába. Kamerába belenéznék-e? Ez a jó kérdés. Fiktív kamera, amit mondtam. Hát azért, hogy mással van-e, azért nem. Csomagával. Hogy megvette a tejet, meg a kenyeret, amit kiírtam, azt lehet, hogy megnézném. Jó, hogy a kokót nem hallottad. Jézus, amit mondtál? Ne árulkodj, Margó. Jó. Okay. Megnézi adásba. Anika? Nem, biztos. Nem néznél rá. Sose. Ott van előtted a telefonod, vagy bármi, bármi. De miért érdekel? Fölhívom a telefonon. Fölhívom videótelefonon. Kapcsolj vissza a kamerát. Pista? Nem néznék rá azért, mert az az én kudarcom lenne. Az azt jelenti, hogy én csinálok valamit rosszul, hogyha én úgy érzem, hogy nekem ellenőrizni kell, mert nem vagyok biztos a nőbe, aki szeret engem, hát akkor valamit én rontok el, akkor egy szár férfi vagyok. Jó, nagyon jók vagytok ebben. Igen, abszolút. Ezt így kimondom, milyen jó. Jó. Belevalóltál. Ha egy barátod tudná, hogy a párod megcsal, akkor te elvárnád-e tőle, hogy ez elmondja? Ez nagyon nehéz kérdés. Ugyan nehéz. Ez a legnehezebb kérdés. Én voltam egy barátom. Várjál, mert másik kérdés is jön mindjárt. Melyikbe voltál? Hogy én tudtam egy barátomról, aki ráadásul már esküvel előtt álltak. Már esküvel előtt álltak, és tudtam, hogy a csaj még több vasat tart a tűzbe, de... Nem, de fogalmam sem, beleőrültem, hogy most mit csináljuk, és aztán egyébként egy tökéletes házasság lett belőle, gyönyörű gyerekeket nevelnek, tehát minden rendben van. És jól tetted, hogy elmondtad. Ez nagyon nehéz. Jó, elvárnád-e a barátodtól, ezért ugye... Ja, nem, de nagyon nehéz. Igen, de borzalmas, hogy lehet, hogy a barátom meg is haragszik rám. Bizony. Hát hogy nem, persze. Sőt, biztos, hogy itt megmarad a barátság. Én tudok csöndbe lenni, meg voltam is. Lehet, hogy ugyanezt elvárnám a barátaimtól, hogyha tényleg barátaim. Maradjon a csöndben? Igen, én is így vagyok vele, hogy nem akarnám tudni, de csak kíváncsi volt. És a másik, amiben a kokó volt, hogy tudod egy barátodról, hogy megcsalják. Ha tudom, én elmondanám neki. Te elmondanám neki. Akkor is, hogyha, azért, mert hogyha így végződhetett volna, mint amit a kokó elmond, hogy nem mondta el, nem derült ki, nyilván és boldog házasságban élnek. Borzasztó szar érzés, de te is hordod magaddal ezt a... Hát most már feldolgozzam magam. Feldolgoztam. Túl vagyok a nehezén. Nem mindegy, hogy milyen szituba van szerintem ez. Fel kell mérni a kapcsolatot? Mert igen, tehát hogy valószínűleg a kokó is látta, hogy most ezek össze fognak házasodni, lehet, hogy a lány azt leteszi, és a többi. Tehát hogy van az a pont, amikor, mit tudom én, gyötri a pasi a lány, de a lány még mindig marad, és te tudod, hogy a pasi már megcsalta, akkor valószínűleg elmondod, hogy adj egy lökést. Lehet, de azt látod, hogy a jó irányba csúszik ez az egész, és neked kell felmérni. Érni, hogy az ő kapcsolatuk lehet, milyen. Lehet, hogy csak úgy finom, kell, hogy szerintem beszélgess el a Lucával, jó? Vagy? Meg én amikor voltam ilyen helyzetben, akkor én elmondtam a megcsaló félnek, hogy én tudom, és vagy rendbe teszi és eldönti, hogy mit akar, vagy akkor viselje ennek a következményeit, és ő lezárta azt a kapcsolatot, és utána tökéletesen működött. De és utána neked jó lett a kapcsolatod ezzel a, gondolom, hölgyel? Igen. Tehát jó barátok lettetek? Igen. Igen, semmi. Igazából tehát nem megköszönted, de hogy hálás volt azért, hogy adtam egy ilyen... De nem nigériai telefonszáma van. Adtam egy ilyen lökést ennek a dolognak. Tehát hogy szerintem az is egy megoldás, hogy nem annak szólsz, aki a jó, de egy picit bezsarolta, tehát ez a vagy én mondom el, vagy te mondod nem, el. Tehát nem azt, hogy elmondom, csak hogy akkor abba az irányba terelem a barátomat, hogy nem biztos, hogy olyan megfelelő választás. Nem biztos, hogy el kell mondani. Gabi, ha hogyha én volnék a párod, és... De jó, hogy és állati nagy szabadságot adnánk egymást. Bármely napján, a nap bármely napszakában 5 percre bekapcsolhatod a kamerát rólam
melyiket választanád, melyik 5 percet? Ez így felvállaltam 5 perc. 5 perc? De most te felvállaltad, hogy neked az a rész az 5 perc. Én mondtam volna egy fél órát legalább. Nagyon elbízod magad ezzel az 5 perc. Nem kell 5 perc értől. Hát attól, hogy mire kíváncsi. Tehát 5 perc az életemből, a hét bármely napján, a nap bármely szakaszában te rám kapcsolatod a kamerát. Ne a reggeli kávé után. Mindenképpen az estét bekapcsolod még bele. Melyik estén bekapcsolnál bele? Mindegyikbe. Nem, lehet. De egyszer 5 perc, ha szét lehet szedni. Figyelj, hétvége 5 perc. Hétvége 5 perc, akkor nem együtt vagytok. Az is igaz. Akkor hétközben 5 perc, de alvásod után. Délutáni alvásod után? Igen. Amikor te még nem vagy otthon. Még nem vagyok otthon, de te már kialudtad magad. És fickósan ébredsz. Igen. Tehát igen, értem, akkor hogy mire számítasz, értem. Szóval, hogy akkor ott lehet egy izgalmas időszakod. 5 perc. Még. Én befejeztem. Tőlem nem meri megkérdezni. Anita, tessék. Gábor Fonán, hát mire célzol ezzel? Hogy reggel adásban vagy. Tehát az nyilván nem érdekel senkit. Mária fát hűvös halomban. Ez egy jól esett a szakmámat, illetően. Utána alszol, se érdekel senkit. Tehát utána fölkelsz, és este 9-kor megint lefekszel. Tehát a kettő között van egy olyan időszak. Ott kell megvalósítani a mindent. Van egy időpont, amikor hazamegyek. Tehát az sem érdekes. Tehát a fölkelés és az én hazamenetelem között tudsz te virgonckodni. Igen. Arra érdemes ránézni. Mindenkinek ezt a másik. Nagyon szépen köszönöm. Óriásiak voltatok. Köszönöm szépen Jakubcsek Gabinak. Tornóczky Anitának. Kovács Kokó Istvánnak. És Vájt Istának. Most én tanultam ebből a műsorból. Megyek, megnézi a telefonomat. Lehet, hogy egy hét múlva elmondom, mi lett vele, ha valakit érdekel. Találkozunk jövő vasárnap. Viszontlátásra, jó éjszakát!